Sziasztok! Ditke vagyok, és azért jöttem ma ide a Ludwig Múzeumba, hogy megmutassam nektek, mivel is foglalkozik egy múzeum pedagógus, aki a jövő látogatóit neveli. Tevékenység. Ez alapvetően egy segítő szakma. Kell hozzá egy olyan attitűd, egy olyan irányultság, mint tényleg pedagógus, benne van a nevében is. Van egy alkotóm, létrehozom munkáját, és ez mindenféleképpen egy érték. És én ezt az értéket segítem megérteni és magukévé tenni az embereknek. Sziasztok! Sziasztok! Szeretném bemutatni Ditkét, aki ma ezen a programon segíteni fog nekünk. Hogyan telik egy napod? Minden nap más. Van, amikor be vannak táblázva csoportok, akkor van egy nagyon erős előkészítő fázis. Nagyon élvezetes, amikor a csoportokkal vagy, és akkor utána megint van az adminisztratív rész. Mindig egy közös tanulási folyamatnak veszem. Megpróbálom őket hozzásegíteni ahhoz, hogy megtalálják, hogy nekik mit mond. Ditke, téged meg se kérdeztek, hogy te mit látsz benne? Műzlit tejben. Jó, ez most így kicsit lett, de nagyon szuper. Elutazol valahova, mindig mész amúgy valami múzeumba? Jó, igen. Borzasztó. Például Lisszabonban voltam, akkor kellett választani, hogy egy hónapig eszek húst, vagy elmegyek a Prádóba, Madridba. Tök jó a Prádó, nagyon szép. Megnézzük a Ditkét, hogy ő mit csinált külön? Igen, nézzük. Szuper. Hát figyelj, még hazaviheted Ditke, és dolgozhatsz rajta még. Dors Ditke, így, hogy részt vettél egy foglalkozáson, szeretnél múzeumpedagógus lenni? Nekem most mennem kell. Köszönöm. Természetesen csak vicceltem, ne haragudj, okay, nagyon, nagyon izgalmas nap volt, és nagyon jól éreztem magam, úgyhogy köszönöm. 3, 2, 1, ha kíváncsiak lettetek, mi motivál egy múzeumpedagógust, és hogyan telik egy napja, akkor nézzétek meg a másik két videónkat a témában, és ne felejtsétek el csekkolni a többi részt, hogy megtaláljátok a nektek való szakmát. Sziasztok!